Egy kétségbeesett és hazug kampányfogásnak tartjuk, hogy rezsicsökkentés ügyében a parlamentet itt ez a háttam mögött lévő díszes társaság össze akarta hívni, hiszen amikor kormányon voltak, akkor soha nem a rezsicsökkentésen törték a fejüket, hanem folyamatosan emelték a rezsit, a magyar családokat gyakorlatilag teljes egészében kizsebelték. A szocialisták egyébként hatalmon mindig mást mondanak, mint ellenzékben, ehhez már hozzászokhattunk, és most ez történik rezsicsökkentés ügyében is. Korábban azt ígérték, hogy nem lesz gázáremelés, majd 15-ször egymás után háromszorosára emelték annak a gáznak az árát, amit az embereknek adtak el. Ha kormányra kerülnének, akkor ugyanezt tennék most. Ha kormányra kerülnének, akkor a rezsicsökkentés eddigi vívmányait az teljes egészében eltörölnék. A szocialisták, a baloldal soha nem a magyar családok érdekeit, soha nem a magyar ember érdekeit nézte. Ők azok, akik az elmúlt néhány évben, amióta rezsicsökkentésről beszélünk, akár az előző parlament tagjai voltak, akár a mostaniak, Gyurcsány Ferenc, Volner, Cél Bernadett, mindegytől egyik az egész díszes társaság, egyetlen egy rezsicsökkentést sem támogattak. Itt a Jobbikos különösen érdekes, hiszen amikor arról döntöttünk, hogy ingyenessé tesszük a lakosság számára a kéményseprést, akkor ők tiltakoztak bizottságban mindenütt, és nem is szavazták meg ezt az ingyenességet. De hát Tóth Bertalan, aki legtöbbet szerepel most rezsicsökkentés ügyében, egyetlen egy rezsicsökkentő törvényt sem szavazott meg a parlamentben, de itt bárkiről, Bangónéról, Gyurcsányról, Szél Bernadettről, Karácsonyról, bárkiről elmondhatnánk. Tehát tényleg igaz az a tétel, ha ők hatalomra kerülnének, akkor az egész rezsicsökkentést megszüntetnék, visszaállítanák a régi rendszert.